A kódus Volt a világon egy kódus ember. Elment egy faluba kódóni. Bement az egyik házhoz a Adjon Isten jó napot! Elmondta az ő imáját. No, mit kapott? Kapott egy búzaszemet. A búzaszemet az ujja közt morzsógatta, aztán elment egy másik házhó is kódulni. Ahogy a búzaszemet morzsógati, morzsógati, Egyszé csak kiesett a kezibű. A fekete tyúk meg ott volt, bekapta, mögötte. Hát az öreg kúdus nagyon mérges volt. Addig nem engedött a gazdának, míg neki nem adta a tyúkot. No, a tyúkot a hóna alá vötte, azt mön tovább kúdulni. Mönnek, mendegének. Itt csak hajtanak vele szömbe egy csürhedisznót a tyúk mögjett a disznók túl, kiugrott a kódus hóna aló. Azt a disznók meg Hát az öreg kódus addig nem engedött a kanásznak, míg neki nem adta a disznókat. Hajtotta tovább a kódus a disznókat, Egyszé csak hajtottak vele szembe tizenkét ökröt. Ha mondanom se kül, mi történt? A disznók mögjettek az ökröktű, a szétszaladtak. Hát, nagyon ideges volt már a kódus. Azt addig nem engedött, míg neki nem adták a tizenkét ökröt. Hajtotta tovább az ökröket egy másik faluba, hajtotta, hajtotta. Eci csak gyűjt vele egy halottas menet. Vitték a halottat temetni a temetőbe. Eci csak oda szól a kódus. Adják ide nekem azt a halottat. Dehogy adjuk. No, Adják már ide. Cserébe adodom a tizenkét ökröm. No, hogy, hogy sem történt a vásár. A kódus a vállára vette a koporsót, azt ment tovább. Azokban az időkben az út még voltak kutak, az egyik út széléhő lerakta a koporsót, az bement az egyik házhoz szállást kér négyszakára. Jó estét, jó estét! Lönnének-e szívesek? Annának-e nekem szállást szakára. Lehet, hogy ne lehetne, mondta a gazda. Itt van a feleségem. Begyűhet ő is. Ha humba! Ha majd mindjárt behílom, kim van? Hagyja csak kent. Itt van ez a nagylány, lány, majd ő behíli, válaszolta a gazda. Kimén a lány. Szétnéz. Ha nem látod senkit, csak egy koporsót a kútnál. Visszamegy a szondi. Ha nem látok senkit se, csak egy koporsó van a kútnál. Erre azt mondja a kúdus. Azaz, csak éppen alszik a terka. Lügg meg kicsit, azt majd fölébred. Vissza kimén a lány, azt elkezdi noszogatni a terkát. Öreg anyám, öreg anyám! Möglükte a koporsót, az meg belesett a kútba. Hát most mi legyen? Hát addig-addig visszament a lány a házba, azt elmesélte, mi történt. Hát az öreg kódus addig nem engedett a gazdának, míg neki nem adták a lányt. Aztán a lányt beletötte egy zsákba, fővette a vállára, azt se a tétszakára. Elment, keresett egy másik házat, adtak is neki ott szállást, megfogta a zsákot, lerakta a konyhajtó mögé, ő meg ment a gazdával beszélgetni. Éppen uconapja volt, gazdasszony a konyhába sütötte a pogácsát. Étszik, csak azt hallja valaki, kiabál. Ángyi! Ángyi! Az asszony kiszaladt! beszaladt, Ha jócskám volt réműve, kicsoda az! Itt vagyok a kódusnak a zsákjába! Engedjön ki! Hát kérem szépen, az úgy volt, hogy a kódus éppen a lánynak az ángyjához kiéleskedett be icakára. Kiengedte az asszony a lányt a zsákból, azt kitanálták, hogy majd a nagy vörös kutyát beleteszik a zsákba. Ha úgy is lött, megfogták a podrit, az beletötték a zsákba. A lány meg elbújt. Röggel, mikor főkelt a kódus, megköszönte a szállást, vállára vötte a zsákot, azt ment tovább. A falu szélén volt egy tó, ott lötötte a zsákot, ő meg a vízbe, megfürdött, mögberet válkozott, mely úgy gondolta, hogy majd mikor kinyiti a zsákot, a lány mögláti ütet, az majd mögcsókoli. Hát, majdnem így is történt, mikor kinyitotta a zsákot, a nagy vörös kutya kiugrott, az leharapta az embernek az órát, sz elszaladt. Hát a kódus nagy búsan leült a tópartjára, azt a szondi. Egy búzám... Fekete tyúkom, csürhetisznom, tizenkét ökröm, szép halott feleségöm, szép lány mátkám azt egy nagy vörös kutyájé odaadom, azt mikor meg akar csókolni, leharapta az órom. Eddig volt, mese volt, talán igaz se volt.